újabb szakaszt adtak át. Alig van megy a karcagi piacon. Nagy családosok autó kedvezménye. Sippal, dobbal, nádi hegedűvel. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. július 8-án 18 óra 5 perckor. Közel 11 kilométerrel lett hosszabb mától az M4-es gyorsforgalmi út. A Stráda, Cegléd és Abony közötti szakasza a legkorszerűbb technológia és biztonsági elemek alkalmazásával készült el, mintegy 26,3 milliárd forintból. A gyorsforgalmi úthálózat hosszú és rövid távon a baleseti statisztikák javulása mellett a régió gazdasági eredményének erősödését is segíti. További 10,8 kilométerrel bővült az M4-es gyorsforgalmi út. A Cegléd és Abony közötti ma átadott 26,3 milliárd forintból megvalósult 2x2 sávos szakaszok Cegléd mellett Szolnok és a Tápióság gyorsabb megközelíthetőségét teszik lehetővé. A gyorsforgalmi út több biztonsági elemet is tartalmaz, így várhatóan a balesetek száma csökkenhet. Az átadott 10,8 kilométeres útpálya két részre osztható. Az első a Cegléd üdülő út és a 311-es csomópont közötti 4,8 kilométer, a második pedig a csomópont és az Abon nyugat közötti 6 kilométeres szakasz. A beruházás során 36 ezer köbméter töltést építettek, és 29 ezer köbméter aszfaltot fektettek le. Hogy meg kell teremteni egy pályát, létre kell hozni egy pályát, ha jó minőségű pályát, akár sport, akár autó pályát tudunk létrehozni, akkor az vonza a jobbnál jobb versenyzőket, bár reméljük az autóutakon nem annyira a versenyzőket, hanem inkább az utasokat, hogyha megvan ez az út, mint ahogy képviselő úr is említette, akkor az nagy vonzerőt tud a térségnek, a megyének és az országnak is jelenteni, és hogyha mindezek megvannak, akkor az egész ország, az egész megye tud emelkedni, el tud rugaszkodni arról a helyről, ahol pillanatnyilag áll. Ebben a feladatban, vagy ebben a sorban a kormányhivatalnak a feladata nem olyan látványos, hiszen nekünk a pálya megtalálása, a terület biztosítása és az ezzel kapcsolatos bürokratikus feladatok vannak, de amikor egy ilyen átadón vagyunk, akkor azt gondolom, hogy megérte és megéri ezt a munkát folytatni, mint ahogy a kormány ezt meg is teszi a továbbiakban. Jó pályát építeni, természetesen sportpályát is, és jó autópályát, autóutat is építeni, hisz azzal mindannyian itt a megyében is és az országban is jól járunk, ennek a folytatását ígérhetjük a továbbiakban is. Az M4-es gyorsforgalmi út építése folytatódik, az Abonyt Törökszent Miklóssal összekötő 26,5 kilométeres szakaszon. A tervek szerint idén ősszel kezdődik a munka, és várhatóan 2022-re elkészül az út. Az M4-es gyorsforgalmi út a régió gazdasági fejlődésében, illetve a biztonságosabb és gyorsabb közlekedésben is kiemelt szerepet tölt be. A fejlett úthálózat új befektetőket vonzhat a megyébe, illetve Karcagra is. 2024-ig Magyarországon mintegy 1000 kilométer új út épül 3200 milliárd forintból, amelyből 1800 milliárd forint hazai költségvetési forrás. A fejlesztések a gazdaság erősítése mellett bekapcsolják a megyeszékhelyeket a gyorsforgalmi úthálózatba, ezzel közvetve 665 ezer ember életét teszik komfortosabbá és biztonságosabbá. Az átadó jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is. Most Abonynál vagyunk, Abony és Szolnok között. Mindenképpen nagyon fontos, hiszen a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik, és jó néhány lépést már megtettünk Budapesttől a térség Jászlik-Szolnok megye irányában. Egy négy sávos út szakasztattunk át. Itt be lett jelentve, az államtitkár úr bejelentette, hogy jövő idén ősszel elkezdődik a Szolnok elkerülő útszakasz, megkezdődik idén még a tervezése a Törökszent Miklós Püspökladány szakasznak, amiben érintett lesz Kenderes, Fegyvernek, Kisújszállás, Karcag is. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ha nehezen is, de el fog érni hozzánk a négysávos autópálya, gyorsforgalmi út, és én azt gondolom, hogy új lendületet fog venni a térség fejlődése. A tervek szerint az idejében, illetve 2020-ban mintegy 200 kilométer új utat vehetnek használatba a járművezetők Magyarországon. Városunk szempontjából is jelentős a fejlesztés, nyilatkozta Dobos László polgármester. A négyes út meghatározó a karcagiak számára, és természetesen az a szituáció, amikor ez a
kétsávosról egy négysávosra változik, az végtelenül fontos, hiszen közlekedésbiztonsági szempontból, gazdasági szempontból egyaránt jelentős fejlesztés ez a 11 kilométeres szakasz is. Nagyon-nagyon sokan járnak Karcagról, Kelet-Magyarországról, egyáltalán Budapestre és Budapest irányába, Dunántúlra, és hát a gyorsabb és pontosabb, biztonságosabb közlekedés miatt ez az útszakasz nagyon-nagyon fontos, és ahogy az átadón hallhattuk, a jövőben ez az útszakasz tovább bővül, a kilométerek száma gyarapodni fog. Ez végtelen nagy boldogsággal tölt el bennünket, hiszen ez mutatja azt, hogy az ország gazdasága is fejlődik, és van arra lehetőség, hogy ezeket az elhanyagolt utakat megváltoztassa a kormány. Van erre szándék, akarat, és most már úgy tűnik, hogy forrás is. Stratégiai cél a kiemelt gazdasági térségek gyorsforgalmi bekötése, az autópályák, autóutak elvezetése az ország határokig. Bekapcsoljuk a magas szintű közúthálózatba a ma még csak kétsávos főutakon elérhető megyejogú városokat is. Ahogy a cseresznye, úgy a medgy sem kényeztette termésbőséggel a nagykunsági gyümölcsös gazdákat idén. Ez meg is látszik az árán. Mennyiségre közepes, illetve gyenge hozam jellemzi térségünket is. Most egy ládával hoztunk ezt, ennyit szedtünk, és szóval nem lehet árusítani, mert annyira romlik, meg olyan vizes, hogy eladhatatlan. A karcagi piacon mutatja ez a kumadaras járus, hogy alig tud beszerezni medgyet. Tavaly nagyon sok megy volt, és nagyon jó árba volt, mert tavaly volt 300-ért, mostan meg már 700-ról beszélünk. Sok volt az eső, és ezáltal az összes megy lerohadt a fáról, és ezért rága a megy. Hát amikor leszedjük, mondjuk egy délután, már másnapra nem lehet árusítani, mert annyira vizes és annyira romlik, hogy szinte eladhatatlan. A vevők szeretik ezt a gyümölcsöt. Nagyon jó. Elrakjuk a hűtőbe, meg befőtbe, cukorra, és akkor télen fel lehet bontani ilyen csemegének. Április végéig asszállyal küzdöttek, majd májusban szinte folyamatosan esett az eső, aztán 5 nap alatt 18-ról 35 fokra emelkedett a hőmérséklet. Ezt a stresszt nem bírta a megy. Nagyon kevés. Nem sok. Ezen Pándi megy, ezeken most kevés van. Mi az oka? Az időjárás. A virágzáskor nem volt beporzó. Hideg volt, esett az eső, és nem jártak a rovarok. Kártevők nem nagyon támadtak, igaz, az évi szokásos 6 alkalom helyett 9-szer permeteztek, amit a folyamatos esőzés indokolt. Most is szedik a medgyet, de nagyon kevés van a fákon. A minősége is határesetnek mondható. Ézsiás Antal, a Karcag TV agrár szakértője arra panaszkodott, hogy amellett, hogy a sok víz miatt repedeztek a szemek, ráadásul még több fán, annak ellenére, hogy rendesen permetezte, kukacos is lett a termés, szinte szemenként kell át válogatni, amit hazavisz, ami rengeteg plusz munka. A megytermés az rapszódikus egyébként, fajta kérdés, hogy milyen fajtáknál, milyen fákon mennyi megy van. Gyakorlatilag a kevésbé intenzív megyek, ezek a hát ófehértői fürtös is, meg vannak ilyen seregi megy, meg egyéb népi elnevezések, ezek a apró szemű, amelyek gyakorlatilag sokat tudnak teremni, de az a gond, hogy nem piacosak, mert aprók. Tehát ipari feldolgozásra sem igazán jó, ezen kívül magvozásra sem. Lényegében egy kevésbé értékes, mert azon van, vagy volt. De a probléma az volt, hogy a megpózás idején, itt elhangzott korábban is, hogy csapadékos idő volt, fújt a szél, tehát rovarok nem nagyon jártak, és lényegesen kevesebb termékenyült meg, de ami megtermékenyült, annak az intenzív növényvédelme elmaradt, és gyakorlatilag szokásos módon védekeztünk, én magam is, tehát amikor hagyományosan ugye, a legyek ellen, tehát a cseresznyelégy vagy almamaj ellen védekeztünk, azt megcsináltuk, de nem gondoltunk a később berobbanó gyümölcsmoníliára, és ezáltal légy részben ugye, szúrott nyűvel ellátott medgyek fordultak elő, illetve a moníliafán fürtőkben megrohasztotta, mint hogy a cseresznyén is előfordult. Ami jó, legalább finom is. A Pándi megy viszont már igen kevés lett, nála az átlagosnál nagyobbra nőtt.
A 2,5 milliós nem visszatérítendő támogatás fontos feltétele, hogy a család legalább 3 gyermek után legyen családi pótlékra jogosult. A 3. gyermek esetén a várandóság betöltött 12. hete is elegendő, valamint az igénylő rendelkezzen érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel. A pénzt a kereskedőnek közvetlenül utalja a magyar állam, és igényelhető zárt végű leasing gépjármű hitel esetén is. A kéremet a kiválasztott autó ismeretében kell az államkincstárnál, vagy az egyik kormányablaknál benyújtani. Gyakorlatilag július 1-jével a 3 vagy több gyerekes nagycsaládosok igényelhetik a kormány legújabb támogatását, amelyik 2,5 millió forinttal olcsóbban tudnak 7 vagy annál több 7, 8 és 9 személyes autókat vásárolni. Véleményem szerint ez az elmúlt évek legnagyobb húzása az autóvásárlás terén, mert ez egy akkora összeg, amit már nem fognak kihagyni, úgy gondolom, a nagycsaládosok. Nálunk cégünknél a 4 millió forintos autótól egészen a 10-12 milliós prémium kategóriás, vagy akár 9 személyes buszokig mindent választhatnak az ügyfelek. Fontos tudni, hogy maximum az autó feléig terjedhet ki ez a 2,5 millió forint. A kormányhivataloknál, illetve akár postán is beadhatják az igénylésüket az ügyfelek. 30 napja van a hivatalnak, hogy elbírálja, és egy támogató határozatot fog küldeni az ügyfelek részére, amivel meg kell jelenni az adott kereskedésben és megrendelni az autót. Az a lényeg, hogy van egy bizonyos határ, egy 6 hónapos intervallum, ameddig le kell szállítanunk az autókat. Vannak készletautóink is, viszont gyártásból érkező autók is meg fognak érkezni a határidőre, hogy igen, várjuk az ügyfeleket, mert ki tudjuk őket szolgálni. Ott nagyon sok érdeklődő jön be szalonjainkba. Ugye azt tudni kell, hogy ez pont olyan réteget céloz meg ez a támogatás, ahol gyakorlatilag akár évek, akár 10-12 éve is hiányozhat egy-egy új autó, és ez most nagyon nagy lehetőség az ügyfelek számára, ez látszik is. Az ügyfeleink 70-80%-a már csak erre érdeklődik. Alapvetően ugye, ha már az autót kiválasztotta az ügyfél, itt a menetrend a kérdőjel számukra, tehát nagyon nagy kérdés, hogy hová kell beadni ezt a kérelmet, mennyi ideje van vásárlásra, miután megkapja a kérelmet, hogyan működik, hogyan zajlik le a kérelem után a támogató határozat beváltása, illetve az még nagyon fontos kérdés, hogy milyen leasing lehetőségek vannak az ügyfelek részére. Az látszik, hogy az ügyfelek egy nagyon nagy száma kíván majd finanszírozást is igénybe venni a termékhez. A kormány célja, hogy évről évre mindig egyre könnyebb legyen a családalapítás Magyarországon. Novák Katalin ismertetése szerint ezzel kapcsolatos, hogy a kormány tovább könnyítette a július 1-jétől kérhető babaváró támogatás igénylését, mint mondta, azt szeretnék, ha a lehető legszélesebb körnek és a leginkább zökkenőmentesen hozzáférhető legyen ez a támogatási forma. Elmondta, hogy a rendeletet úgy bővítették, hogy a júliusban született kisbabák családjára is vonatkozzon. Eddig úgy szólt a szabályozás, hogy csak a támogatásról szóló szerződés megkötését követően született gyermekek jogosítanak fel a támogatásra. A logika a jövőben is ez, viszont ha júliusban megszületik egy kisbaba, nem reális azt várniuk a szülőktől, hogy már egy megkötött szerződéssel rendelkezzenek, indokolta. Olyan házaspárok igényelhetik a babaváró támogatást, ahol a feleség 40 év alatti és legalább egyikük tud igazolni egy legalább 3 éves munkaviszonyt, vagy például felső oktatási jogviszonyt, majd a megszületett gyermekeiknek köszönhetően tudják a felfüggesztést vagy a hitelelengedést kérni, akkor, amikor a babák érkeznek szépen egymás után, mondta Novák Katalin. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-18-0091 pályázati azonosító számon szereplő Sippal-dobbal Nádi Hegedűvel elnevezésű nyertes pályázat valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában. A Nemzeti Tehetségprogram keretében Sippal-dobbal Nádi Hegedűvel című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című
NTP-OTKP-18-0091-es pályázati azonosító számon szereplő, Sippal-dobbal Nádi Hegedűvel elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 661 000 forint. A pályázati programban az óvoda aprólábak gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel, Benéni Kecskeméti Anikó tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a gyermekek érdeklődésének felkeltése a népi kultúra és a népzene iránt, olyan élmények nyújtása, amelyek segítik a zenei anyanyelvünk, nemzeti identitás tudatunk megőrzését. Interaktív tevékenységeken keresztül a zene és a népi hagyományok, eszközök, tárgyak megismerése, megértetése. Az élmények hatására a tehetség ígéretes gyermekekben a népszokások iránti tisztelet kialakítása, a bennük rejlő értékek megláttatása. A projekt során az általános iskolásokkal és művészeti iskolával szoros együttműködés alakult ki. Közös táncházak, galéria megnyitók, hangszerbemutató. Az Apró Lábak néptáncgálán lehetőséget teremtettünk arra, hogy a szülők részesei legyenek a gyermekek zenei és táncos élményeinek, megtapasztalják a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződjenek a tehetséggondozás iránt. A városunk a környező települések óvodai és iskolai néptánc csoportjainak bemutatkozásán túl lehetőséget teremtettünk az egymástól tanulásra, a szakmai kapcsolatok erősítésére, bővítésére. A projekt megvalósítása során a Györffy István Nagykun Múzeumban múzeumpedagógiai módszerek alkalmazásával a gyermekek megismerkedtek a nagykunság néphagyományaival, jellegzetes népviseletével, népi játékokkal. Lazító programként kirándultunk Budapestre, ahol részt vettünk az Országos Táncház találkozón a Papp László sportarénában. Az élmény mélyítette a nemzeti kultúránk iránti szeretetet, életre szóló élményt nyújtott a gyermekeknek és szüleiknek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!